A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Kosztolányi Dezső szavai most nagyon aktuálisak itt Kaszón, hiszen a mai napon felavatandó játszótér fő haszonélvezői, természetesen idézőjelben, a gyermekek. Tisztelt képviselő úr, igazgató úr, kedves gyerekek, kedves vendégeink! Barátsággal köszöntöm kedves minnyájukat Somogy zöld szívében Kaszón. Nagyon köszönöm, hogy elfogadták invitálásunkat, és viszonylag jó időt is hoztak magukkal. A Kaszó ZRT működésének az alaptevékenységen kívül most már elmondhatjuk, hogy több mint 5 éve szerves részét képezi a társadalmi szerepvállaláson belül, ennek keretén belül a közjóléti beruházások létrehozása. Ahogy azt korábban elterveztük, a Kaszói Kiránduló Központ kialakítása után lépésről lépésre, fokozatosan újabb és újabb attrakciókkal bővítjük azt. Ennek nem titkolt célja az, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy a hozzánk ellátogató érdeklődők szabad idejüket aktívabban tudják eltölteni, és minél több lehetőség közül tudjanak választani. Ugyanakkor nem titkolt cél az sem, hogy a mai játszótér átadó célpontja az a legfogékonyabbak, a gyerekek. Hiszen azt szeretnénk, hogyha a beton dzsungel után, vagy inkább az helyett, a Balátató közelében, a Rétisas és a Fekete Gólya hazájában, az Erdei Kisvasút, a Vadaspark, vagy akár a Vadászgöri Erdei Iskolánk környezetében, szinte valószínűtlenül tiszta levegőben felszabadultan élvezhessék a játék szinte semmihez sem hasonlítható örömét. Hiszen ahogy azt már Shakespeare óta tudjuk, semmi sincs úgy, ahogy van. És ez különösen igaz a játékra, mert hiszen amikor a gyermekek fantáziája szárnyal, akkor nagyon könnyen tud egy rugós hinta tátos paripává változni, vagy akár egy kötélpálya is a mesehősök veszélyes terepévé. Kedves gyerekek, kívánom, hogy nagyon sok örömötök legyen a mai napon átadandó játszótérben. Ahhoz azonban, hogy ma itt állhassunk és avathassunk, ehhez egy nagyon komoly csapatmunkára volt szükség. Ezúton szeretném megköszönni a munkálatokban részt vett valamennyi munkatársamnak a lelkiismeretes munkáját. Külön szeretném megköszönni a kivitelező Dunaker Kft. Munkatársainak, Palacki József igazgató úrnak és csapatának a gyors és pontos munkáját. Azt remélem, hogy a most átadandó beruházás gyermekeink örömére és valamennyiünk megelégedésére tudja feladatát betölteni. Ezen gondolatok jegyében örömmel ajánlom önöknek és nektek, kedves gyerekek, a Kaszói Kiránduló Központ új játszóterét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.